Néhány dollal ezelőtt meséltem önöknek Alszal Gergely művészi pályafutásáról. Engedjék meg, hogy a művésznő több mint két évtizedes szakmaiságáról is elárulja néhány dolgot. Ahogy említettem már korábban, ő hobbiként foglalkozik az énekléssel ilyen magas színvonalon, és nagyon büszke arra, hogy együtt dolgozhatott Vali József Feléz zenekarával. Nagyon sok fellépése volt a Magyar Honvédség légierő zenekarával. A budapesti Kejl Ernő fúvó zenekarral végigjárta az egész országot. Nagyon büszkén és boldogan mesélt arról is nekem, hogy volt szerencséje 2015-ben az Omega együttessel turnézni. 17 éve a mezőtúri Berceli Endre vezette Dalvarázs együttes szólistája. Sokat köszönhet az együttes vezetőjének és az ottani zenésztársaknak. Mezőtúr városa 2020-ban Mezőtúr város kultúrájáért díjban részesítette Kozák Juliannát, amiért nagyon hálás. A sors mintha volt azonban, hogy az október 23-ai ünnepség keretén belül kaphatta meg a díjat, de közönség nélkül. Mint ahogy vallottak a művészek a mai este elején arról, hogy mit jelent közönség nélkül énekelni, hát a díj átvétele is boldogság volt, meg kicsit fájdalom, hogy milyen dolog is az, hogy több mint 20 évig énekelhetett a közönségnek, és most közönség nélkül vehette át a díjat. Szerencsére a díj odaítélői végig gondolták, hogy milyen nyilvános helyen lehetne ezt méltó körülmények között átadni, és ebben az évben, augusztus 14-én Mezőtúr egyik legnagyobb városi ünnepén, a Túri Vásár előtt az Artur Fesztivál keretében a közönség előtt is átvehette Mezőtúr város kultúrájáért díjat. Én szívből gratulálok ehhez a művésznek, azt gondolom, hogy a több mint 20 éves pályafutását nagyon megérdemelte, és én hiszem és tudom, hogy sokáig fogja még a közönséget szórakoztatni. Ugye egy nagy tapsot gondolom, hogy a díjjal együtt megérdemel a művésznek. És akkor nem is kellett volna igazán messze neki, hiszen a Lukája igazi grófnős most a Marica grófnőjéből fogja elénekelni nekünk a Marica belépőjét. Fogadják nagy szeretettel!
legalább fel tudok jönni a lépcsőn, nem úgy, mint tegnap, hogy biztosítást kell kötni. Most egy kicsit eltűnök. Tönkreteszem itt a technikát, bocsi. Aztán majd jövök. Marissa Grófő után egy híres filmdal következik. 1929-ben készült el az első magyar hangos film, és ennek a filmnek a betétdala következik, Csak egy kislány van a világon, Alca Gergely előadásában. Többször együtt is szórakoztatják a közönséget. Fogadják már szeretettel duettjüket. Csak egy három. Három.
Egymásra csak gratuláltunk, már is mind örökre váltunk, véghez mentél angyalkán. Boldogságot máskor vállunk, és most hangosan kiáltunk, okosabb, hogy így mondtál. Minden napot fára kaptál, mi hamar jött el áldozás. A bűnöm az, hogy szerettelek semmi más, csak az semmi más. Ez olyan, hogy végén elmúlt, már olyan sem légy. Mint tavaszi volt a virágunk, siet már kér. A gyönyörű duett után következik egy újabb ismert sláger a Csárdás királynőből, Hajnási Péter dala. És én úgy gondolom, hogy sikerült már elvazulni, sikerült felszabadulni annyira, hogy mindenki bátran mer énekelni, aki ismeri, nyugodtan énekelje a művész úrral a Hajnási Pétert.
Ja,
és mikor húzott kiselek, hogy már elás. Nincs a múlva a küstösnek, a tizedik már a nás. Én hován, csengek jobb is angyalom, egy újjal, újjal sejt, thank you.
minden jó, ha jó a vége. Egy igazi örömünnep, egy igazi zenei csoda született meg ma este. Én nagyon köszönöm a fellépő művészeknek a felveteges műsorukat, és nagyon köszönjük a Művelődési Ház vezetőjének, Farkas Rozikának, hogy befogadták a műsort, a kollégáiknak, hogy segítettek, hogy ez megvalósuljon, és természetesen önöknek is, hogy eljöttek, kimozdultak. Közösen szorítsunk azért, hogy ezek az örömünnepek a napjaink részesei lehessenek folyamatosan, és további nagyon szép vasárnapot kívánok önöknek. Gondolom, sikerült feltöltődni lélekben. És azon gondolkodtam, hogy ha már egy évvel ezelőtt voltunk itt, akkor lehet, hogy egy hagyomány kezdete. Így én úgy búcsúzom el, hogy találkozzunk jövőre is, a jövő évi viszontlátásra. A színpadra szólítanám a művészeket, azért ne menjenek el csak úgy, még egy, tessék! Egy jó hangulat, kint is legalább olyan jó a hangulat, így még egy utolsó pillanatra. Nagyon szívesen, én akkor én mindig olyan boldog vagyok, hogy pedagógusként úgy érzem, hogy lélekemelő nekem itt a színpadon állni, és olyan művészekkel, különböző művészi műfajokról együtt gondolkodni, amit én nagyra tartok, és ilyenkor az én szívemben is ünnep van, és holnap a diákjaimnak még lelkesebben fogok mesélni arról, hogy a művészetnek milyen varázsa van. Így én köszönöm! Egy picit én is magamhoz ragadom a mikrofont, és nagyon szeretném megköszönni Lumlónak és Gergőnek, és Ildikónak, hogy ismét velünk töltöttek egy nagyon szép délutánt, illetve hát ők adtak nekünk egy nagyon szép délutánt, és reméljük, hogy ebből hagyományt tudunk teremteni, és kívánom mindannyiunk számára, hogy ez valóban így legyen. Köszönjük szépen nektek ezt a szép napot, és további sok sikert kívánunk mindannyiótoknak. Egy borvirágot okozó valamit adok. Köszönöm szépen. Nem belül elmondok, hát meg adunk. Osztogatszatig én mondok néhány szót. Én nem is tudok. Én csak még itt köszönkezések vannak. Én is személy szerint nagyon szeretném nagyon szépen megköszönni azt, hogy itt tetszettek lenni ma. És amíg van az operetre igény, addig nem hal meg a remény. Amikor én elkezdtem nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt az éneklést hivatásosan, mint ahogy hallhattuk, hogy eleinte oratórikus műfajban énekeltem, de én 5 éves koromban döntöttem el, hogy én leszek a Németh Sándor utóda. Arról már kicsit lekéstem, mert már abban a korban vagyok, de azt a célt viszont kitűztem magamnak, hogy szeretnék hidat építeni a generációk között, és nagyon örülök, hogy van nagyon fiatal és örök ifjú is. Úgyhogy a jó Isten áldása és az egészség legyen mindannyiunkkal.